Az első világháború után 10 évvel éppen a Hősök emlékünnepén avatták fel Rumi Rajki István ős magyar harcost ábrázoló szobrát. Ugyanitt kezdődött az idei megemlékezés is, amelyen Horváth Sándor muzeológus idézte fel a nagy háború katonáinak harctéri mindennapjait. A föld fölött drótakadályt készíteni, őrséget állni, étlen szomjan menetelni, miközben a sapnerek és a gránátok a fejük fölött röpködtek. És megtették, és még többet is. Puskás Tivadar emlékező szavai után fehér virág került az első világháborúban elesett katonák sírjára. A megemlékezés ezután a március 15-e téren folytatódott, ahol katonai tiszteletadás mellett felvonták az országzászlót, majd a Reguli Antal általános iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Nem látok én téged többé, soha, soha sem. A diákok katonalevelekből vett idézetekkel és versekkel emlékeztettek a két világháború áldozataira. Emlékszobor, aranyló nevek rajta, mögöttük izzó, vérpiros csaták, mögöttük sajgó, megtört életek, síró gyermekek, síró anyák. Az elesett katonák emlékezetét először 1917-ben iktatták törvénybe, mondta ünnepi beszédében Harangozó Bertalan kormány megbízott. Hozzátette, nincs olyan család, amelynek ne lennének háborús áldozatai, akik a kötelességteljesítés, a küzdelem és a kitartás hősei voltak. Az országnak, a hazának szüksége volt rájuk, és ők mentek. Nagy többségük soha nem akart hős lenni. Élni akartak. Nyugodt életet élni, családjukért, közösségükért dolgozni. Az ünnepi szónok arra biztatta a fiatalokat, hogy kutassák fel hős családtagjaikat, akik talán egy másik ország temetőjében nyugosznak. A 94 éves Kelemen Jánosné soha nem tudta meg, mi történt repülőtiszt férjével 1944-ben. Tipolycajkánál vetették be őket, és nem tért vissza, nem tudok róla. Hadi özvegy vagyok. És eltűnt. Ott biztosan lezuhant, és nem kaptam semmi hírt. A megemlékezés végén a város és a megye vezetői, a pártok és a civil szervezetek képviselői koszorút helyeztek el az áldozati emlékműnél.